Szombaton a diákjaink szétvertek egy vonatot. Rendőrségi ügy van. Állítólag a kalauzt odabilincselték a kapaszkodóhoz, és végignézették vele a dajdajozásukat. Gondolom, be voltak rúgva. Szórakoztak, fiatalok. És? Akkor szét kell verni egy vonatot? Állítólag mindannyian fél ezreléknyi véralkohol hiánnyal születünk, legalábbis ezt állítja egy híres pszichiáter. Négy jó barát tanáremberek kicsit, mintha elveszítették volna ifjúi lelkesedésüket és lendületüket, erre alapozva kezd kísérletbe. A hatalmas sikerű dán film alapján készült színdarab nagy beleérzéssel és humorral szembesít bennünket azzal, milyen eufóriával és milyen fájdalmakkal jár, ha az ember megpróbálja elengedni a kontrollt. Erről beszélt stábunknak Király Attila, aki Martint a történelem tanát alakítja. A dán filmmel ellentétben, aminek van egy sajátos humora, de azért az nagyon skandináv humor, én azt hiszem, hogy a mi előadásunknak van egy eléggé jól érzékelhető, mondhatnám kézzelfogható humora, de aztán egyszer csak a darab kétharmadánál akkor be kell húznunk a kéziféket, mert hát, hogy ugye amiről ez a történet szól, azért abban nagyon sok tragédia van. Tehát ugye a piálásról szól, de nem csak a piálásról, hanem szerintem leginkább életközépi válságban lévő férfiakról szól, és hogy ezt ki hogyan oldja meg, hogyan oldja fel a problémáit. Erről szólunk mi. Talán az én figurámról látszik a legelején, hogy mennyire mélyen van. El is mondódik, úgyhogy ez nem spoiler, hogy mennyire mélyen van, és mennyire mélyről kell fölállnia. Hát ő neki nem csak életközépi válsága van, hanem a házassága is elég komoly válságban van, és hát az szép lassan kiderül, hogy ő neki az egyik legfontosabb ember az életében a felesége, a gyerekeim kívül, de hogy a feleségével van nagyon nagy bajban, és hogy szép lassan úgy tűnik, hogy a végére ez megoldódik. Ez persze nem az alkoholnak köszönhető, hanem annak köszönhető, ahogy egyszer csak ez a fickó rálát saját magára. És azt hiszem talán belátja, hogy miféle hibákat követett elő, mint amilyeneket szerintem mindannyian minden nap elkövetünk, és akkor a vége az egy olyan kis keserédes, kis hián, olyan dán happy end. Ugye az alkohol nagyon erősen jelen van a történetben, ugye van, tehát elmondjuk ezt, hogy van egy Sköderú nevezetű, azt hiszem norvég filozófus, aki szerint az ember fél ezrelék véralkohol hiánnyal születik, és hogyha fél ezrelékkel több alkohol lenne bennünk, akkor lazábbak lennénk, jobb fejek lennénk, jobban szeretnénk a gyerekeinket, jobban szeretnénk dolgozni, és akkor ez a négy tanár erre csinál egy kísérletet, és hát mindenféléket megisznak ők. Pezsgőtől kezdve addig a szörnyetek koktélig, amitől aztán mindenki fejre is áll rettenetesen. És hát akkor, hogyha már ez lement az előadás eddigre, mire mi beszélünk, akkor ezt most már elmondhatom, hogy nekünk lett egy nagyon jó ötletünk, ugye a Dicső Dorka, aki a asszisztens és kellékese ennek az előadásnak, az egyetlen nő közöttünk, ugye a Pacolai Béra rendezte, aki szintén egy férfi, ő köztünk az egyetlen csaj, és hát ő nagyon már kezdett gondolkozni, hogy milyen színű vizeket, miket rakosgasson össze, hogy mi miket iszunk meg. És egyszer csak, én úgy emlékszem, hogy az Epresnek, meg nekem, Epres Attilának, meg nekem volt az ötletünk, de teljesen mindegy, hogy kié volt, hogy igazából nem iszunk semmit egész előadás alatt. Egy-egy koreográfia van minden, tehát különböző italokhoz különböző fajta ivási mód van, és ezt általában mondjuk a második pillanatban meg is értik a nézők, és jönnek is vele, tehát hogy színházilag van megoldva a piálás, hiszen a nézők azért nem nagyon buták, tehát nyilván pontosan tudják, hogy mi színészek előadás közben nem fogunk valójában berúgni. És akkor ezért azt találtuk ki, hogy akkor ne kelljen mindenféle szörpikéket iszogatnunk, hiszen úgyis átverés az egész, hogy akkor oldjuk meg egy ilyen színházi rendszeren belül, és ez elég szépen működik. Megpróbálnak úgy élni, dolgozni és szórakozni, hogy ez a bizonyos fél ezrelék soha ne hiányozzon. De vajon ez a megoldás a régi kedv és vidámság visszaszerzésére? Epres Attila a tornatanár Tomi beszél szerepéről, aki egy magányos figura. Nem csak az a problémája, ami a többieknek, hogy az állásában is, hivatásában is, benne az iskolában, meg a családjában is vannak problémák, emiatt az életközépi válság miatt, hanem ráadásul magányos figura. Ő a legidősebb egyébként, valószínűleg egy nyugdíjkorhatár közeli tornatanár, teljesen kiábrándultnak tűnik, és nagyon úgy tűnik, hogy alkoholizmussal küzd.
Tehát ő nem úgy megy bele ebbe a alkoholpróbába, ami a darab címe, és ugye többet nem kell erről elárulni. Nem úgy teszteli a piát, ahogy a többiek, hanem alkoholistaként részt vesz ebben a érdekes kísérletben. És hát talán az ő története az előadáson belül a legsúlyosabb, a legmegrázóbb. Én biztos vagyok benne, hogy az olvasó próbától kezdve milyen hangulatot sikerül teremteni a rendezőnek és a színészeknek. És hogyha ott egy jó inspiratív légkör van, természetesen egy nagyon jó szövegkönyv kell hozzá, akkor szinte magától értetődővé válik a próba folyamat, és nem kell mennyiségekben mérni. Jellemző, hogy az ilyen próba folyamatok, mint ez is, azok úgy sikerülnek, hogy bemutató előtt 5-6 nappal kész vagyunk, és már csak öröm az utolsó pár összpróba. A Pécsi Nyári Színház Még egy kört mindenkinek című Thomas Vinterberg és Tobias Lindholm regény alapján készült nyáresti előadást az Orlai Produkció hozta Pécsre. Fél ezrelék, az mennyi? Két pohár bor vagy két pohár pezsgős azt mondja, hogy ezt a szintet folyamatosan fent kell tartani. Hogyan? Állandó ivás? Hazza! Azt állítja, hogy ettől az ember nem csak lazább, hanem gyorsabb, nyitottabb, sőt, muzikálisabb is lesz tőle, de főleg bátrabb, meg értelmesebb is. És miért rám nézel?